Itt vagyunk Öcsön, ami a Vászói Sajtmanufaktúra tejbázisa. És hát ha már terroár, akkor ez lenne az a környezet, ami a Vászói Sajtokhoz a terroárt adja. És hogy szerintem mi a terroár? Ugye nagyon egyszerű fogalmazásában ez a terre, a francia szóból a talaj, azért ennél kicsit bővebben azt mondanám, hogy a talaj, az éghajlat, tehát a klimatikus viszonyok, a domborzati és egyéb viszonyok, és negyedikként talán hozzájön az a termeléstechnika, az a termési kultúra, amivel előállítják a terméket. De hogy itt most terroár esetében egyébként a tejnek a terroárjáról, vagy a sajtnak a terroárjáról beszélünk, ez már megint egy érdekes és további kérdés lehet. Öcs, Balatonfelvidék, tengerszint felett nagyjából egy olyan 300-350 méterrel vagyunk. A talaj az itt nagyon szerencsés, erdei talaj, illetve meszes talaj keveréke, nagyon jó minőségű legelőket képes adni. Ez a magasság már biztosítja azért azt, hogy úgy nagyjából jó a levegő tisztasága. Klimatikus viszonyok azok Magyarország, de annak egy kicsit hűvösebb formája, mert itt van tőlünk pár kilométerre a Bakony, ami folyamatos légáramlást biztosít, és éjszakára nagyon jó hűt, aminek folyamányaként azért a pára kicsapódás jelentős, tehát a harmat kicsapódás jelentős, így aztán az éjszakai víz nem párolog, hanem visszakerül a talajba, ami biztosítja a jó tápanyagellátást. És a gazdálkodás módszertana, azért azt hagyományos látjuk, tehát az állatok legelnek, estére hajtják be őket, most itt delelőn vannak, a sajttal kapcsolatosokat meg majd Vászon. Láttuk a terroárt, láttuk a jellemzőket, és most itt van a sajt, ami az onnan származó tejből készül. És hogy ennek a sajtnak tud-e lenni terroár jellege, őszintén megmondom, én nem tudom, de itt lesz a konferencia, és ott majd hallunk egy csomó érdekes dolgot, és talán dőlőre jutunk ez ügyben is.